Jó estét kívánok, ez a Pannon Televízió híradója, Farkas Aténa vagyok. Ma május 12-e van, a pongrácok ünneplik névnapjukat. 385 évvel ezelőtt Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek megalapította az első tartósan működő magyar egyetemet. 148 évvel ezelőtt megszületett Telcsede szobrász, éremművész. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Döntött a szerb kormány a határokon való belépés feltételeiről. 67 újabb koronavírusos esetet regisztráltak Szerbiában, ketten életüket vesztették az elmúlt 24 órában. Milyen jó, hogy itt vagyunk címmel videópályázatot hirdet a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága. Megkezdődött az Újvidéki Egyetem orvostudományi kara új szárnyának építése. A koronavírus járvány nem befolyásolta az autók árát Szerbiában, ezt mutatják az adatok. Döntött a szerb kormány arról, hogyan lehet belépni Szerbia területére az elkövetkező időszakban, szem előtt tartva az aktuális járványügyi helyzetet. Azoknak a szerbiai állampolgároknak, akik visszatérnek az ország területére, 72 óránál nem régebbi negatív PCR koronavírus tesztet kell felmutatniuk, így nem kell majd karanténba vonulniuk. Amennyiben nincs PCR tesztjük, 14 napos házi karantént kell letölteniük. Ami a külföldi állampolgárok belépését illeti, ők kétféle feltétel teljesülése esetén jöhetnek be Szerbiába. Be kell mutatniuk a 3 napnál nem régebbi negatív PCR tesztet és egy bizonylatot, amelyet egy több szerbiai minisztérium képviselőiből álló bizottság állít ki, és amelyet az adott országból érkezőnek a szerb külképviseletek valamelyikén kell kérvényezniük. A szerb kormány közleményében továbbá hozzáteszik, a válságstáb a jelenlegi járványügyi helyzettel összhangban ajánlást fogalmazott meg a kormánynak, hogy Szerbia június 1-től teljes egészében megnyithatja határait Észak-Macedónia, Albánia, Bosznia-Hercegovina és Montenegró felé. A beléptetéssel kapcsolatban kerestük a kelebiai határrendészetet is, ahol telefonon csak annyit közöltek, hogy várják a hivatalos értesítést az új beléptetési rendszerről. Amikor ez megtörténik, akkor kezdik alkalmazni az új szabályt. Két személy életét vesztette a koronavírus szövődményeinek következtében Szerbiában, míg az elmúlt 24 órában 67 újabb esetet regisztráltak, olvasható a szokásos 15 órai adatközlésben. Jelenleg összesen 10.243 fertőzöttet tartanak számon, míg a halottak száma a mai 2-vel 220-ra emelkedett. Az elmúlt 24 órában 5.700 személyt teszteltek, míg összesen már több mint 151 ezret. A koronavírus szerbiai halálozási aránya jelenleg 2,15%. A Vajdasági Klinikai Központban jelenleg 21 koronavírussal fertőzött beteget ápolnak, közülük csak 2-en szorulnak mesterséges lélegeztetésre, olvasható a hivatalos tájékoztatásban. A gyermekkórházban ugyanebben a városban 3 kis páciens lábadozik. A szombati adatokhoz képest 6-tal csökkent az Újvidéken kezelt koronavírussal fertőzöttek száma. Az újvidéki vásáron további 36, csak enyhe tüneteket mutató koronavírus fertőzött van. Ez 7-tel kevesebb, mint amennyien szombaton voltak. A Pancsovai Közkórházban 80 vírussal fertőzött személy van, egyel kevesebb, mint szombaton, míg az Apatini Junákovics gyógyfürdőben 26 fertőzöttet ápolnak, ugyanannyit, mint szombaton. Aggodalmának adott hangot Predrákon járványügyi szakorvos, amiért tömeges politikai gyülekezéseket szerveznek Szerbiában. Szerinte ezek a helyek a legalkalmasabbak a vírus terjedésére. A Prüva TV-nek nyilatkozva úgy értékelte, a hétfői köztársasági parlament előttihez hasonló gyülekezések nem maradnak következmények nélkül. Ez majd 7-10 nap múlva fog kiderülni. A vírusnak mindegy, hogy politikai vagy másféle összejövet erről van szó. Ha adunk neki lehetőséget a terjedésre, ki fogja használni, tette hozzá Kon. Elmondta, hogy a koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatok kedvezőek, de a lakosság magatartása nincs összhangban a jelenlegi helyzettel. Nem kellene megfeledkezni arról, hogy bár egyre inkább enyhül a vírus, még most is köztünk kering. Hangsúlyozta, nem a szakemberek felelőssége, hogy az emberek betartják-e a rendelkezéseket. Szerinte Szerbiában kötelezővé kellene tenni a szájmaszk viselését.
Rekordidő alatt készült el az első Szerbiában gyártott lélegeztetőgép. A szakértői csapat 5 modellt készítette, nagyjából egy hónap alatt. A lélegeztetőgépet a legkorszerűbb módon alkották meg. A készülék alapvetően nyomáskontrollált módon működik, de emellett van légzés támogató funkciója is, ha az adott betegnek szüksége van rá. Az illetékesek elmondták, szükség van még a tanúsítási eljárásra, amely nagyjából egy évig tart. Amennyiben minden rendben megy, akkor a folyamat után ezek a lélegeztetőgépek már megtalálhatóak lesznek a szerbiai kórházakban. Választások 2020. Egységre szólította fel a szerbiai lakosokat, és arra kérte őket, hogy ne gyülekezzenek május végéig, hétfő esti sajtótájékoztatóján Alekszandar Vučić. A szerb államfő elmondta továbbá, hogy folytatódik a választási kampány Szerbiában. A június 21-i választások minden politikai pártnak lehetőséget kínálnak arra, hogy megmutassák, mennyire törődnek Szerbiával. Arra kérte a résztvevőket, hogy erőszakmentesen vegyenek részt a szavazatokért folytatott harcban. A szerbiai köztársasági parlament épülete előtt hatalmas tömeg gyűlt össze hétfő délután. Nem sokkal később pedig sajtótájékoztatót tartott a szerb elnök. A gyülekezők nagyobb hányada a hatalmi pártok szimpatizánsa, míg egy másik részük ellenzéki tüntető volt. Ez a magatartás nem volt felelősségteljes a jelenlegi járványügyi helyzetben. A polgárok egészségének védelme ugyanis mindennél fontosabb. Szögezte Alekszandar Vučić. Moj poziv njima je da pre svega sačekamo i kraj maja, verujem da će u junu biti drugačija, povoljnija situacija, da ćemo imati prilike da se okupimo u većem broju na otvorenom prostoru, ako ne bude opet ništa, ali da moramo da poštujemo savete lekara i da moramo da se odnosimo odgovorno. A szerb elnök elmondta, tovább dolgoznak azon, hogy az ország GDP-je növekedjen. 31,2 milliárd dinárt választottak ki arra, hogy a munkaadóknak, amelyek igényelték, kifizethessék a dolgozók 3 hónapos minimálbérét. Hozzátette, az elmúlt időszakban nem nőtt jelentősen az országban a munkanélküliség, és továbbra is komoly külföldi beruházásokra számíthat Szerbia. U najavi više od 10 velikih investitora za različite gradove u našoj zemlji i sa velikim zadovoljstvom i ogromnim ponosom učestvovaću u razgovorima sa tim investitorima koji žele da otvore nova radna mesta u našoj zemlji i posebno ću da molim ljude koji su izgubili posao u inostranstvu da ne idu odmah tamo, nego da pokušaju da pronađu zaposlenje u svojoj Srbiji. Vučić arra kérte a lakosokat, hogy a szabadságaikat Szerbiában töltsék el. Véleménye szerint az ország gyönyörű, és a turisztikai kínálata semmiben sem marad el más államokétól. Bűnvádi feljelentést tett a szerbiai belügyminisztérium az éppen éhségsztrájkot folytató Boško Obradović és további 3 személy ellen. Tolakodás alakult ki pénteken a parlament bejáratához vezető lépcsőkön, és ennek során a Dveri mozgalom vezetője Marian Hristicevićre, a hatalmi koalíció képviselőjére támadt mozgalmának szimpatizánsaival. A rendőrség akkor rögtön előállított 15 szemét az incidens után, magát Obradovićot azonban nem tartóztatta le, a képviselő mentelmi jogára hivatkozva. A rendőrség most azt követően döntött a feljelentés mellett, hogy részletesebben kivizsgálták az esetet és az azzal kapcsolatos beszámolókat. Erőszakos cselekedet elkövetésének alapos gyanúja miatt fordult a belügyminisztérium az ügyészséghez BO, MG, DG és SM ügyében, ahogyan az a hivatalos beszámolóban áll. A feljelentésekben az áll, hogy részt vettek a Hristicević elleni támadásban a parlament előtt, továbbá veszélyeztették Zlatibor Lončar egészségügyi tárcavezető biztonságát is a dulakodás alkalmával. Az incidens kapcsán Alekszandar Martinović, a szerb haladópárt köztársasági frakció vezetője, éhségsztrájkba kezdett még vasárnap, de ma bejelentette, hogy felhagy akciójával és befejezte a tiltakozást. Minden felnőtt szerbiai állampolgárnak jár a 100 eurós támogatás, amelyet az állam a járványhelyzet miatt válságenyhítési juttatásként fizet ki május 15-től, hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Szabadkai Magyar Rádióban. Először a nyugdíjasok és a szociális segélyre szorulók kapják meg, méghozzá automatikusan, másoknak jelentkezniük kell a támogatásért. Pásztor István mindenkit arra bíztat, hogy jelentkezzen a 100 euróért, a támogatáshoz ugyanis nem csak akkor lehet hozzájutni, ha a hatalmi pártokra szavaznak az előttünk álló választásokon. A pénz mindenkit egyformán megillet, emelte ki a politikus.
100 euró állami támogatás a koronavírus járvány következményeinek orvoslására. Ez az az összeg, ami minden felnőtt bejelentett lakcímmel rendelkező szerbiai állampolgárnak jár, emelte ki Pásztor István. A VMS elnöke azt javasolja, hogy senki sem mondjon le róla. A pénzhez nem csak azok juthatnak hozzá, akik egy adott pártra szavaznak. Ne üljenek föl az emberek, azoknak a mendemondáknak és azoknak a házalóknak, akik azt mondják, csak abban az esetben kapják meg a támogatást, a 100 eurót, hogyha a szerb haladó pártra szavaznak. Ne üljenek föl, hogy meg kell, hogy adják az igazolványszámukat, mert csak abban az esetben kapják meg a 100 eurót. Ez nem így van. Megint szeretném elmondani, aki ezzel visszaél, az az emberek bizalmával él vissza, és azért beszélek erről nyíltan és világosan, mert azt gondolom, hogy ez méltatlan. Azt gondolom, hogy méltatlan az embereket ilyen módon lebecsülni. Az emberek pontosan tudják, hogy választások lesznek, el fogják dönteni, kire fognak szavazni, de nem kell őket ebbe a helyzetbe hozni, van nekik elég bajuk különben is. A szomszéd már megkapta a csomagot, én pedig nem. Ezzel még Pásztor Istvánt is többen megállították az utcán. A szabadkai kisnyugdíjasoknak járó csomagok eddig nem minden jogosulthoz jutottak el. A VMS elnöke azt mondta, a szabadkai önkormányzatnak végig kell vinnie a csomagosztási akciót, ugyanúgy, mint ahogyan azt más települések már megtették. Elfogadhatatlan, hogy az országnak első és másodrendű polgárai legyenek. Ha van egy ajánlás, amit mindenki elfogadott, és az ajánlásnak a teljesítését a kevésbé tehetős önkormányzatok tekintetében az állam támogatta, megadta azt a forrást, amiből a csomagok beszerezhetők, és hogyha ezt a jóformán összes önkormányzat meg tudta csinálni, és megcsinálta, akkor azt gondolom, hogy nincsen egyetlen egy indok se, ami miatt elfogadható volna, hogy a Szabadkán a 16 ezer rászorult kisnyugdíjasnak ne kerüljön végrehajtásra. Pásztor István a rendkívüli helyzet feloldásáról is beszélt a Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsorában. Azt mondta, végső ideje volt, hogy könnyítéseket határozzon meg az állam. Eléggé megszenvedtük már a vírus elleni küzdelmet. Lassan minden normalizálódik, de semmiképpen sem rögtön. A határátlépés kérdése például most rendeződik, de szigorú feltételekhez kötött. Szükség lesz majd a koronavírus teszt elvégzésére. A politikus szerint azonban ez a rendelkezés sem marad hosszú ideig érvényben, átmeneti lesz. Valószínűleg csak pár hétig tart majd. Azután további kedvezményeket határoznak meg a határátlépés tekintetében. Választások 2020. Stabilizálódni látszik a járvány alakulása Magyarországon, hangzott el az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. 29 magyar állampolgár szervezetében jelent meg a koronavírus fertőzés, így a járvány megjelenése óta 3313 esetet regisztráltak az országban. Néggyel nőtt a kórszövődményeiben elhunytak száma, így már 425 főre emelkedett a halottak száma. Időközben 1007-re nőtt a kórházakból gyógyultan távozók létszáma. Az aktív fertőzöttek száma 1881-re csökkent. Jelenleg 35 intézményben 746 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen. Az elmúlt 24 órában elrendelt házi karanténnak összege 629, így összesen 11.016-an vannak elszigetelve. Müller Cecília, magyarországos tiszti főorvos az adatok ismertetése mellett az ápolók nemzetközi napján megköszönte felelősségteljes munkájukat, hiszen hozzájárultak ahhoz, hogy csökkent a kórházakban ápoltak száma. A világban lassul a koronavírus fertőzés terjedése, enyhén nőtt a fertőzöttek és a gyógyultak száma is. Világszerte több mint 4.256.000-en fertőzöttek meg a koronavírus járványban, a halálos áldozatok száma mintegy 287.000, a gyógyultaké pedig megközelítőleg 1.533.000. A legtöbb halálos áldozatot továbbra is az Amerikai Egyesült Államokban tartják nyilván. Az USA-ban arról is döntöttek, hogy a Fehérházból tudósító újságírókon naponta fognak koronavírus teszteket végezni, illetve a testhőmérsékletüket is megmérik. Európában Spanyolország és Oroszország számít a járvány gúzpontjának. A járványügyi helyzettel kapcsolatban tegnap megszólalt Donald Trump amerikai elnök és Angela Merkel német kancellár is.
Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a szövetségi kormányzat segíteni fogja a tagállamok vírusteszteléseit. Az amerikai elnök hozzátette, minden amerikai, aki akarja, elvégeztetheti a tesztet. Trump azt állította, hogy Amerika élen jár a tesztelésben. A sajtótájékoztató azonban botrányba fulladt. Az egyik riporterrel került vitába az amerikai elnök, aki azt kérdezte tőle, miért tartja azt a legfontosabb dolognak, hogy Amerika vezet a világon a tesztelések számában. Az összeszólalkozás után Trump úgy döntött, befejezi a sajtótájékoztatót. Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. A koronavírus európai gócpontjának számító Spanyolországban március közepe óta nem látott szintre csökkent a napi új regisztrált fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. Hétfőtől az ország nagy részén érvénybe lépett a járványügyi védekezés enyhítésének következő szintje, amelyben a családok ismét meglátogathatják egymást otthonaikban, és az egy autóban utazók számát sem szűkítik. Korlátozott létszámmal kinyithatnak egyebek mellett a vendéglátóhelyek teraszai, a kulturális intézmények és a vallási helyszínek is. Angela Merkel is megszólalt hétfőn a németországi járványhelyzet kapcsán. Sajtóinformációk szerint a német kancellár nagyon röviden és világosan szólt a lakossághoz. Egyetlen lélegzetvétellel mondta el gondolatait. Merkel arról beszélt, hogy Németországban a koronavírus járvány elleni védekezés új szakaszába léptek. Az óvintézkedések betartása pedig nagyon fontos. A The Guardian brit napilap szerint Merkel szokatlan viselkedésének oka az lehet, hogy a hétvégén ezrek tüntettek a koronavírus miatt életbe lépett korlátozások ellen az országban. Németországban egyébként több mint 172 000 fertőzöttet, mintegy 7600 halottat és megközelítőleg 147 000 gyógyultat tartanak nyilván. Milyen jó, hogy itt vagyunk, címmel videópályázatot hirdet a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Nemzeti Összetartozás éve keretében. Meséljük el együtt, milyen jó, hogy itt vagyunk, 100 év után is a Kárpát-medencében és a nagyvilágon. Ezzel a gondolattal az Ismerős arcok nélkület című dalának az Összmagyarság nem hivatalos himnuszának közismert sorával fordulunk a magyar fiatalokhoz szerte a világon. Kérdezzétek meg szüleiteket, nagyszüleiteket, mondjátok el barátaitokkal, a szomszédnénivel, az osztályfőnök kell, vagy bárkivel. Mit jelent nektek a nemzeti összetartozás, áll a felhívásban. A pályázatra 10 és 25 év közötti külhoni és anyaországi fiatalok jelentkezhetnek olyan telefonnal, vagy akár kamerával készült alkotással, kisfilmmel vagy videó üzenettel, amelyben bemutatják, mit jelent számukra az összetartozás. A jelentkezési határidő 2020. május 25-én éjfél. További információkat a pályázatról a pannonrtv.com oldalon találnak. Most nézzük, mivel foglalkozunk még a híradóban. Hamarosan teljesen felújítják a Holtiszán lévő hidat a Bácsföldvári Gyöngy-szigetnél. Változékony lesz az időjárás térségünkben az elkövetkező napokban. A tartományi oktatási jogalkotási és nemzeti közösségi titkárság ma 6 pályázat eredményét hirdette ki, 3-at az oktatás és ugyanennyit a nemzeti kisebbségek terén, összesen 204 millió 700 ezer dinár értékben. A nemzeti közösségek részére kiírt pályázatokon idén összesen 56 millió dinár került odaítélésre. A következők szerint 33 millió dinár olyan programok és projektek számára, amelyek célja a nemzeti kisebbségek jogainak javítása Vajdaságban. 12 millió olyan programok és projektek számára, amelyek célja a multikulturális légkör megőrzése és ápolása, valamint az etnikumok közötti tolerancia. 11 millió dinár pedig a hivatalos nyelvhasználatra való jog gyakorlásának előmozdítása érdekében. Első körben 60 millió dinárt fektet be a tartományi kormány az Újvidéki Egyetem orvostudományi kara új szárnyának építésébe. Ma helyezték le az épület alapkövét. Új tantermeket, korszerűen felszerelt laboratóriumokat alakítanak majd ki. A cél, hogy minél több itteni és külföldi diák döntsön az újvidéki intézmény mellett. A tervek szerint kétszintes lesz az új épületszárny, amelyben a legmodernebb feltételek mellett hallgathatják a tanórákat a diákok. Mi danas školujemo oko 5000 studenata i prostor je nešto što nam je zaista zaista neophodno. Ovaj prostor je planiran za edukativne trenažne svrhe, laboratorije, sve ono što nam nedostaje i prvenstveno omogućiće kvalitetniji i bolji rad sa studentima sa novim lekarima.
Az ilyen és ehhez hasonló beruházások regionális szempontból is jelentősek, emelte ki Zorán Milosevic, tartományi felsőoktatási titkár, míg Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke az ünnepélyes alapkületételen kifejtette, hogy az építkezés 3 szakaszból áll majd, és remélhetőleg már a jövő év végén az épületet átadják rendeltetésének. A protekle 4 godine sa značajnim finansijskim sredstvima pomogli i učestvovali u rekonstrukcijama pokrajinskih bolnica, u rekonstrukcijama klinika u okviru kliničkog centra. Činili smo sve da unapredimo ovu oblast, a svakako će nakon ovog kriznog perioda zdravstvena zaštita, medicina, lečenje ljudi biti još više u centru pažnje, u fokusu i nacionalne vlade i pokrajinske vlade, i to je sasvim sigurno zadatak koji nas očekuje. Az orvostudományi kar új 2400 négyzetméteres épületszárnyának kiépítése mintegy 240 millió dinárba kerül. A középiskolások június 1-e és 3-a között javíthatják ki az osztályzataikat, nyilatkozta Mladen Šarčević a Blitznek. Ebben a 3 napban azok mennek iskolába, akik nem elégedettek az osztályzataikkal és javítani szeretnének. Ennek részleteit pedig a tanáraikkal kell megbeszélniük, tette hozzá a szerb oktatási miniszter. Az osztályzatok javítását követő 3 napban, azaz június 4-én, 5-én és 6-án tartják a középiskolai érettségi vizsgát. Azok az érettségizők pedig, akik teljesítették kötelezettségeiket, június 24-én jelentkezhetnek a választott felsőoktatási intézménybe. Az elsős, másodikos és harmadikos középiskolások akkor javíthatják ki osztályzataikat, miután az érettségizők már elhagyták az iskolát. Június 8-ától 2 hét áll majd rendelkezésükre, ismertette Šarčević. Ma van az ápolónők és az ápolók világnapja, akikre az utóbbi hetekben világszerte sokan gondoltak hálával. Többségük a koronavírus járvány ideje alatt is önzetlenül dolgozott, nem törődve azzal, hogy egészségük is veszélybe kerülhet. Május 12-e Florence Nightingale brit ápolónő emlékére vált az ápolónők és ápolók világnapjává, ugyanis ezen a napon született 1820-ban. A krími háborúban önkéntes ápolónőket toborozott, ápolta a sebesülteket, majd később ápolónőképző iskolát alapított. Alapjaiban formálta át a szakmát és hivatalossá tette. Szerbiában egyébként jelenleg mintegy 65 ezer egészségügyi nővér és technikus dolgozik. A koronavírus járvány nem befolyásolta az autók árát Szerbiában. Ez derült ki egy használt autók értékesítésével foglalkozó honlap összesítéséből. Március 16-a és április 16-a között 117 ezer hirdetést elemeztek, és az eredmények szinte semmiben sem különböztek a járvány előtti időszakban tapasztaltaktól. Újvidéken a telephelyeknek is a rendkívüli állapothoz kellett igazodniuk. A használt személygépkocsik piacán nem voltak nagy változások, ami az árakat illeti, ezt mondják az eladók, akik a koronavírus járvány ideje alatt átköltöztek az internetre, és főleg ott próbálták meg értékesíteni az autókat. Kevés azoknak a száma, akik a koronavírus járvány miatt letettek volna az autóvásárlásról. Erre mutattak rá az egyik legnépszerűbb autókereskedő honlap felmérései. Az oldal látogatóinak kevesebb mint 14%-a válaszolt úgy a felmérésen, hogy nem venne autót a járvány ideje alatt. Az érdeklődők kétharmada elodázta a személygépkocsi vásárlást, de nem tett le róla. A határok lezárása nem kedvezett a telephelyeknek, a piac azonban nem került veszélybe. Generalno se nisu menjali cene, cene su ostale iste, nabavka je postala malo teža, tako da eto, trudimo se, radimo svaki dan. A rendkívüli állapot megszűnése óta egyre több vásárló jelenik meg az újvidéki autótelepeken. Követem úgy körülbelül, nem nagyon tapasztaltam különös változást, úgy mozognak az árak, ahogy eddig, semmi különöset nem jöttem észre. A vásárlók elmondása szerint a tartományi székvárosban olcsóbban lehet használt autót beszerezni, mint például Topolyán vagy Szabadkán. Az entagunarasi Sörös Endre is egy újvidéki autóplacon vásárolta meg új 2009-es évjáratú autóját. Több mint 5000 eurót fizetett érte, az árat elfogadhatónak tartja. Visszatekintünk a múltba 10 vagy 15 évet, akkor az ugyanazi a az évjáratú gépjárműjé sokkal többet kellett, több pénzt kellett kiadnunk, mint most, ahogy amit fizettünk érte.
A népszerű autóértékesítő honlap adatai szerint a rendkívüli állapot bevezetését követő egy hónapban a hirdetők mindössze 7%-a engedett az árakon, de sokan emeltek is rajta. A vásárlók és a kereskedők is úgy vélik, hogy az elkerülhetetlen visszaesés ellenére sem lesznek nagy veszteségek a használt autók piacán. Hamarosan teljesen felújítják a Holtiszán lévő hidat a bácsföldvári Gyöngy-szigetnél. A munkálatok hétfőn kezdődnek és 2 hónapig tartanak. A felújítást követően korlátozni fogják a híd terhelhetőségét, és a forgalom ellenőrzése érdekében videórendszert helyeznek majd el ezen a helyen. Istállótrágyát visznek a traktorok a Bácsföldvárnál lévő gyöngyszigeti termőföldekre, de csak arra szólva tudnak haladni a rossz állapotban lévő hídon. Berec Nándor szerint ennél jóval erősebb és szélesebb hídra lenne szükség. A szélesíteni kellene valamennyit, meg a padlózatot komolyabb bükkfából, vagy hogy mondjam, impregnált bükkfából lerakni, úgy, mint gomboson azon a nagy hitat a Dunán. A felújítás egy hét késéssel jövő hétfőn kezdődik meg. A munkálatok ideje alatt a termelők a parcelláikat csak kerülővel közelíthetik meg. Egyes gazdák szerint nem szezonban kellene a hidat felújítani. Most, hogyha 2 hónapig nekünk leáll ez a... akkor az én fődemre itt-ott 30 kilométer plusz költséggel kell eljutnom. Tehát az aratás közeledik nem csak az, hanem a növényvédelem megkézések, stb. Egyéb annyi, még vetni is van még. A 78 méter hosszú hidat 1974-ben építették. Legutóbb 9 évvel ezelőtt renoválták a Törökbecsét és Bácsföldvárt összekötő hidat, de a teljes körű felújítás eddig elmaradt, pedig a rozog a híd túlterhelt. Gobtrőcsénye velikotnáte. És ami ne zamoni, kolko to nosivostitok mosta, dobro, mi uglavnom to koristimo najviše ovaj most, ili ako ne koristimo taj most, treba da odemo do Čuruga. A felújítás után közlekedési tábla jelzi majd a híd maximális terhelhetőségét. Biće pojačana kontrola, biće ograničeno ovaj prelazak po tonaži, jel, ovaj će biti određeno koliko tona može da se preveze preko mosta, što je jako bitno da bi taj most bio u funkciji. A 9,6 millió dinár értékű beruházás tartományi és önkormányzati forrásokból valósul meg. Robbanás történt egy kelebiai családi házban. Az eset még vasárnap reggel történt, de a romok eltakarítását csak ma kezdhették el. A ház tulajdonosa, az 56 éves Dusnoki Mária ugyanis egy nappal korábban tért vissza Bécsből, ahol vendégmunkásként dolgozott, így most 14 napos karanténját tölti. A rokonokhoz és a segítőkész emberekhez pedig csak most jutott el a felhívás, hogy segítsenek neki a károk helyreállításában. Kedden egész nap néhány hozzátartozó takarította el a romokat. A szerencsétlen asszonynak nem pénzre, hanem kétkezi munkára lenne szüksége. Olyan emberek jelentkezésére számít, akik az épület helyreállításában segítenének. Az éppen maradt téglákat megpucolják, sorba rakják. A tűzoltók szerint gázrobbanás történt, amely olyan iszonyatos erősségű volt, hogy a ház első része, amelyet egyébként konyhának használtak, teljesen romba dőlt. Szerencsére a ház tulajdonosnője az unokájával éppen a szomszédos épületben aludt, amelynek egyébként a nyomás még a villanyóra ajtajának az üvegét is betörte, a konyhajtó egy része pedig több mint 10 méterre az épülettől landolt. A függönyt pedig a robbanás a szomszédos ház tetejére röpítette. Dusnoki Mária döbbenten mesélte a történteket. Mink aludtunk, reggelre fölkeltünk, mire kijöttünk, így le volt dűve ház. Semmit nem hallottam, én elaludtam, gyógyszer alatt voltam, elaludtam. Ennyi, nem tudok más mondani. Volt kint a tűzoltók, azt mondták, gázrobbanás volt, kijöttek a rendőrség, azt mondták, ők is, hogy gázrobbanás volt, a palack egybe van. A feltételezések szerint a palack szivárgása okozhatta a robbanást. Az asszony húga és unokája, valamint azok barátai segítettek a takarításban. Ott jártunkkor. A kár hatalmas, mert odabenn minden új volt. A bútor, a mosogatógép, a tűzhely, a hűtőszekrény. A konyhát novemberben újították fel, panaszolta Dusnoki Mária. Kovács Irén, az asszony nénye is a helyszínen takarított.
kézi erővel segíteni, eltakarítani, meg elpucolni, meg ütet egy kit lelket önteni vele, ezt tudunk segíteni, más nem nagyon. Kézi erő munkát, ezt tudunk. A szerencsétlenül járt asszonynak most leginkább egy kőművesre lenne szüksége, aki segítene az összedőlt épületrész újjáépítésében. Dusnoki Máriát a 063-78-44-315-ös telefonszámon érhetik el. Végül az időjárásról. A napokban jellemzően felhős és napos időszakok váltják majd egymást, napközben csak elszórtan fordulhat elő gyenge eső vagy zápor térségünkben, tájékoztat a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok is lehet. Csütörtökön felhős időjárásra számíthatunk, többfelé alakulhatnak ki zivatarok. Péntekre változékony, felhős napos időjárás lesz jellemző, kevés helyen fordul majd elő csapadék. Napközben a 29 fokos csúcshőmérsékletet is elérheti az hőmérséklet. A kettős fronthatás következtében többeknél jelentkezhet görcsös fejfájás, migrén és vérnyomás ingadozás is. Az arra érzékenyek fáradékonyságot és alvászavarokat is tapasztalhatnak. Sebastian Vettel az év végén távozik a Ferrari-tól. A vártnak megfelelően megérkezett a hivatalos bejelentés, miszerint a Forma 1-es pilóta nem hosszabbít szerződést a csapatával, a Ferrari-val, és az év végén elhagyja Maranellót, ahol Charles Leclerc új csapattársat kap maga mellé. A sajtó szerint Vettel helyére Carlos Sainz, Daniel Ricciardo vagy Lewis Hamilton érkezhet, de felmerült Fernando Alonso neve is. Vettel 2015-ben érkezett a Ferrari-hoz, ez idő alatt kétszer volt második a világbajnoki pontverseny. Tavaly viszont csak ötödikként végzett. Négy világbajnoki címét még a Red Bull-dal nyerte 2010 és 2013 között. Eddig tartott a híradó. A nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Döntött a szerb kormány a határokon való belépés feltételeiről. 67 újabb koronavírusos esetet regisztráltak Szerbiában, ketten életüket vesztették az elmúlt 24 órában. Milyen jó, hogy itt vagyunk címmel videópályázatot hirdet a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága. Megkezdődött az Újvidéki Egyetem Orvostudományi Kara új szárnyának építése. A koronavírus járvány nem befolyásolta az autók árát Szerbiában, ezt mutatják az adatok. További híreket és információkat találnak a pannonrtv.com-on, ahol műsorainkat, bejátszásainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Rádióban a reggel is fiúk várják Önöket friss menüvel, a Szabadkai Magyar Rádióban pedig a napindító csapatával ébredhetnek. Itt a televízióban az Ahonnan elindultam című Erdélyi Margitról és Csétó Erzsébetről készült portréfilmet követhetik figyelemmel, azt követően pedig a Kandi kamera várja Önöket. Ne váltsanak csatornát, köszönjük eddigi figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra.